Megtörtént veled valaha, hogy lemerült egy eszközöd, vagy mondjuk áramkimaradás volt? A termék, amit ma bemutatok, pontosan ezekből a helyzetekből tud kihúzni. Hát szia! Remélem újra találkozunk. Azért mondom, hogy újra, mert már volt egy videóm Power Station-ökről, amit így hordozhatsz magaddal. Hogyha nem láttad azt a videót, majd be fogom linkelni. Nem fogok belemenni minden részletbe, meg előre el kell mondanom, hogy nem teljesen értek az ilyen teki, volt, vat, ilyen dolgokhoz. Viszont amit ma bemutatok, azt egy másik szögből szeretném neked bemutatni, ami két nagyon jó funkciója van a Bluetti EB70 Power Station-nek. De alapvetően amúgy valamiért a túrázós, kempingezős emberekre pozícionálták ezt a Portable Power Station-nek nevezett dolgot, de amúgy nagyon sok mindenre lehet használni, és ahogy említettem, van két eset, amiben mindig rá hagyatkozok. Hogy mik ezek? Hát, ehhez meg kell nézned az egész videót, mert lehet, hogy az egyik, amit bemutatok, az tényleg egy ilyen game changer, nagyon-nagyon durva funkció lehet. Az alapokat kihagyom, hiszen az a másik videóban benne van, de ma erről az 1000 wattos szörnyről fogunk beszélni, de előtte intro. Ma a Bluetti PowerOak EB70 Portable Power Stationről beszélünk, ami egy 1000 wattos inverterrel rendelkezik, és 716 watt per órás aksi van benne. Ha nem mondtam jól, kérlek mondd meg, egyáltalán nem értek hozzá, de amit jelent, ezek a számok, amit jelentenek, hogy magaddal tudod vinni, és tudod tölteni az eszközeidet egyszerre 10-et, és hogyha áramkimaradás van, akkor sem kell aggódnod, mert nem kapcsolnak le az eszközeid. Bármi, ami nyilván 1000 watt alatt megy, mint például okostelefonok, MacBook, világítás, de még egy kis hűtő, vagy pedig egy hordozható kis sütő is. Amúgy kevesebb, mint 10 kiló az egész, és van rajta egy nagyon jó fogó, amivel nagyon könnyen tudjuk akár egy kézzel is ide-oda vinni magunkkal, tehát ez pont akkor jön nagyon jól, hogyha szükségünk van rá, és el szeretnénk menni valahol mondjuk kirándulni, vagy itthon megadja azt a biztonságot, amiért én amúgy nagyon-nagyon aggódtam, hogyha mondjuk egy áramkimaradás van, és éppen editálok, vagy mi van a külső vinyommal, vagy lecsapja a biztosíték, ezzel nem kell aggódni, de erről még fogunk egy pillanat múlva beszélni. Most nézzük át, hogy mi az a sok port, ami van rajta. Hogy mennyi is? Konkrétan 11 output port van rajta, amit mindegyiket lehet használni egyszerre. 2 230 voltos AC outlet, 2 100 wattos port, 2 5 voltos USB-a, 2 12 voltos DC output, 1 12 voltos autós töltő, és 1 5 wattos wireless charging pad, tehát hogy vezeték nélkül tudod tölteni a telefonodat az eszköz tetején. Ez is egy annyira jó kis különleges funkció, amit máshol nem is nagyon láttam. De hogy lehet magát ezt feltölteni? Hát konkrétan 4 féleképpen. Sima AC árammal, napelemmel, generátorral, vagy akár a kocsiban is. Tehát bármikor fel tudod tölteni, és amúgy maga az aksi, ami benne van, 2500 ciklust bír. Ez egy LFP aksi, ami a Bluetti elmondása szerint sokkal biztonságosabb és többet bír, mint a más NCM aksik. A maximális inputja 200 watt, és nagyjából 3-4 óra alatt lehet napelemmel, és ugyanúgy, hogyha sima áramba 220-ba betöltjük, az is egy olyan 3-4 óra alatt tölt fel, a 12 voltos autócsatlakozóval pedig egy olyan 7-8 óra alatt tud 100%-ra feltölteni. Most pedig elmesélem, hogy mi volt az az egy dolog, ami eladta nekem a Bluettit. Úgynevezett Smart Management System, BMS, ami hogyha áramtúltöltöttség van, vagy lekapcsolja valami a biztosítékot, vagy tényleg áramszünet van, megmenti a rá csatlakoztatott eszközöket. És azért, mert van rajta egy hulláminverter, azt hiszem így hívják, de ha nem, kérlek mondd meg, hogy pontosan hogy, ez biztosítja azt, hogy nem okoz semmilyen kárt az áramkimaradás az eszközeinkben. Rengeteg eszközöm van otthon, és ki tudtam alakítani egy nagyon király kreatív teret, ahol tényleg alkotok, de nagyjából szerintem 20 dolgot csatlakoztatok be, amiből egy olyan, pont olyan 10 van, amit nagyon féltek, és hogyha kimaradna az áram,
baromira aggódnék. És mindig itt volt ez a fejemben, nem tudtam, hogy hogy oldjam meg, de ennek köszönhetően a Bluetti levette rólam ezt az aggódást is. Amúgy, hogyha érdekel, hogy hogy alkottam meg a home office-omat, és mi ez a kreatív tér, milyen kis gadgetek vannak, akkor nézd meg ezt a videót. Nagyjából amúgy ennyi is volt, hogyha végignézted, nagyon szépen köszönöm, és kérlek lájkolj, kommentbe beszélgessünk, ha nem vagy feliratkozva, akkor a csengővel együtt ezt tedd meg, és nagyon remélem, hogy találkozunk egy következő videómban, például itt. Köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok!